Április 2-a az autizmus világnapja, amihez kapcsolódóan világszerte rendeznek jótékonysági, figyelemfelhívó eseményeket. Szekszárdon a hétvégén mozgással támogathatták a betegséggel élőket a Tolna megyei Autistákért Egyesület által szervezett 5. Esőmanók, Esőmenők jótékonysági futáson és kerékpározáson. A rendezvény azzal a céllal jött létre, hogy felhívják a helyi lakosok figyelmét arra, hogy az autizmussal érintett emberek és családok itt élnek közöttünk, próbáljunk türelemmel és elfogadással közelíteni feléjük. Az idei évben már 5. alkalommal került megrendezésre. A legelső évben, ha jól emlékszek, ilyen 278 fő környékén jöttek el, ez a második évre már megduplázódott, múlt évben több mint 650 nevezőnk volt, és az idei évben, ha jól tudom, az előbb szóltak a többiek, hogy kevés lesz a befutó érem, úgyhogy ismét 650 fő nevező felett vagyunk. Illetve még azt is elmondanám, hogy most először volt arra lehetőség, hogy virtuális otthon teljesítéssel bármelyik távot teljesíthetik, ennek volt egy előnevezési formája, és rögtön így első próbálkozásra több mint 50 fő nevezett virtuális otthon teljesítésre. Tehát így összességében, ha azt nézzük, akkor több mint 700 nevezőnk van. 3, 2, 1, 2, 3! Több távot, több formában tehettek meg a résztvevők. A legrövidebb 1 kilométert családosan, babakocsival vagy gyermekekkel is teljesíthették, de a kicsik akár kis motorral is végig mehettek rajta. A komolyabb sportolók, mozogni vágyók az 5 vagy a 11 kilométeres távok közül választhattak, utóbbit akár kerékpárral is teljesíteni lehetett. Azt szerintem nem muszáj futniuk, csak gyalogolni, gyorsan sétálni vagy kocogni is elég, de lehet látni, hogy vannak, akik bicikliznek. Ez nem muszáj futni. A hangsúly a mozgáson, a közösségi élményen és a jótékonyságon volt. Sokan személyes érintettség miatt döntöttek úgy, vannak, akik már a kezdetek óta minden évben, hogy teljesítenek egy távot. Elsősorban olyan figyelemfelkeltés részünkről, hogy tényleg eljön ide mindenki, egy picit látják, hogy ezek az autista gyerekek pont olyanok, mint mások, egy picit másképp gondolkodnak, de fontos, hogy itt legyünk, és felkeltsük a figyelmet. Az óvodában van egy csoporttársunk, Vanda, és ő érte futunk ma. Az egész csoport az óviból. Igaz, Mati? Emellett sok egyéni sportoló, futócsoportok, sportegyesületek is évről évre részt vesznek, akik esetében a kiváló sportolási lehetőség mellett nagy motiváció a nemes cél is, amiért mozoghatnak. Az esőmanó futásnál szerintem inkább maga a cél motiválja a sportolókat, mert ugye nincsen eredményhirdetés, nincsen távolkénti bontás. Arra inkább ott vannak a különféle versenyek, borvidék félmaraton például, úgyhogy itt maga inkább a nemes cél, ami összehozza a város, a futókat. De voltak olyanok is, akik gumicukorért szedték a lábukat. Volt egy fogadásunk az edzővel, hogyha megelőzünk, akkor mindenkinek hozzá egy zsák gumicukrot, ha meg ő előzve minket, akkor mi hozunk egyenként mindenkinek egyet. A futást évről évre kiegészítik kísérő rendezvények. Idén fellépések, gyerekkoncertek, táncbemutatók, közös zenés bemelegítés, ingyenes játszóház és kitelepült véradás színesítették a programot.